Az idei év végéig közel 111 millió hrivnya szükséges az oktatási és egészségügyi dolgozók béreinek kifizetéséhez Kárpátalján. Mára a költségvetési források kimerültek, és az év végéig nem lehet új anyagi támogatásokat találni. Így a regionális tanács arra kérte az ukrán kormányt, hogy a kritikus helyzetet figyelembe véve segítsenek a bérek kifizetésében, tudatta a Novini Zakarpattya hírportál. A megyében jelenleg az oktatás és az egészségügyi szférában dolgozók vannak kritikus helyzetben. A költségvetési hiány lehetetlenné teszi a bérek kifizetését. A legnagyobb probléma Kárpátalja hegyvidéki és kistérségi területein észlelhető. A volóci, az ökörmezői és a huszti járásokban a szeptemberi fizetésüket sem kapták meg az óvodában és az iskolában dolgozók. Napszentület, vagyis napnyugta. Ez a címe annak a műsornak, amellyel a 91 éves Kallós Zoltán néprajztudós előtt tiszteleg a Balánybányai Ördögborda Néptánc Együttes. A műsor premierét válaszúton tartották a Kossuth díjas néprajztudós és népzenegyűjtő részvételével. Innen indult a csapat tovább Ungvárra. A darab életünk különböző szakaszait mutatja be táncos formában. Ez volt a gyermeki kor, a születés, akkor a legényé válás, a felnőtt kor, a katonáskodás, a szerelem, az igaz szerelem és a vége a halál, mert része az életünknek a halál. Ezt a táncunk is hordozza, haladunk életirányba, a jobbra, de haladunk bal irányra is, az a halál. Az Ördögborda Néptánc Együttes 2016-ban ünnepelte 20 éves születésnapját. Az együttesnek a 20 év alatt 266 erdélyi és 209 külföldi fellépése volt. A vezetők és a fiatalok célul tűzték ki, hogy a nagy elődök nyomán kutassák, őrizzék és továbbadják a sokszínű magyar népdal, népzene, néptánc még fellelhető, megosztandó értékeit. Én azért tartottam fontosnak ebben a műsorban szerepelni, mivel ez egy ilyen nagy, az élet körforgását veszi körbe, a fontos pillanatok vannak benne, és szerintem csodálatos elemekkel van díszítve. A turné pedig megszokjuk a műsort, és feltöltődünk ezáltal. Szeretett szó belőle. Sándor Csaba az együttes vezetője szerint a turné első megállója azért Ungvár, hogy ezzel is bizonyítsák az összefogást, és azt, hogy a kirekesztő ukrán oktatási törvénnyel sem lehet elnyomni a közös magyar kultúrát. Egyfajta kiállás mellettetek, mert amit veletek csinálnak, az nem emberi. Tehát az, ami velünk történik, az oktatás ügyben az kismiska amellett, ami itt van. Mi részarányosan is többen vagyunk, mint ti. Mi harcolunk nap, mint nap, ugyanúgy, mint ti, de annak a súlya nagyobb tud lenni. Mi a táncunkat is gyökerünknek tartjuk, a népdalunkat, a népmeséinket ugyanúgy, mint a szót, vagy az írást, és mi ezzel bíztatunk benneteket. Hova mentem volna legelőbb, mint olyan helyre, ahol tudom, hogy jó, ha megerősítlek abba a hitbe, hogy jó magyarnak lenni. Az ungvári közönség percekig állva tapsolva köszönte meg az Ördögborda fellépését. A járványfelügyelet adatai szerint Kárpátalján az elmúlt héten közel 3000 embernél regisztráltak influenzás és akut légúti fertőzéses megbetegedést, jelentette a Zakarpattya Online. A legmagasabb megbetegedési mutatót Ungváról jelentették, a legalacsonyabbat a Rohói járásból. A megye egyetlen városában és járásában sincs járvány. A megbetegedések száma mindenütt a határértékek alatt maradt. Leggyakrabban a 14 éven aluli gyerekek szorultak kórházi ellátásra. Az előző héten 223 személy oltatta be magát influenza ellen a megyében, közölték az Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai megyei laboratóriumi központjában.